Több mint fél év szünet után játszik ismét bajnoki meccset csütörtökön a nyíregyházi női röplabda csapat. A játékos keret alaposan átalakult, így Németh Szabolcsnak gyakorlatilag új csapatot kellett építenie. A járványhelyzet miatt a tervezett külföldi túra elmaradt, de egy hazai tornán és több felkészülési meccsen lépett pályára az együttes. Sérülések és betegségek is nehezítették a szakmai stáb dolgát, és még a felkészülés derekán is érkezett új játékos a klubhoz. A vezetőedző elégedett a játékosok hozzáállásával és formájával, így bizakodva várja a bajnoki nyitányt, amelyen rögtön egy közvetlen rivális, a Kaposvár lesz az ellenfél. Minden mérkőzés nehéz egy bajnoki rajtnál. Tehát, hogyha bármelyik csapattal játszanánk a bajnoki rajt hazai pályán, azért a lányokban biztos benne lesz egy egészséges druk, ezt nekünk kell kezelni, ezen nekünk kell átlendíteni őket. Persze a Kaposvár ugyanúgy a bajnok esélyesek közé tartozik, mint ahogy remélem velünk is így számolnak. Meg kell küzdeni. Tehát szokták volt mondani, a bajnok csapat, akik bajnok szeretne lenni, annak minden csapatot meg kell verni. Mi így megyünk erre a pályára, hazai pályán játszunk. Én a lányokban mindig azt éreztetem, hogy ez a pálya a mi pályánk. Itt tényleg be kell bizonyítani azt, hogy aki ide jön, az tartson tőlünk. A bajnokságban és a kupában is a döntőbe jutás a nyíregyháziak minimális célja. A csapat egyik új játékosa, Lakom Zsófia szerint az elmúlt hetekben mind a pályán, mind azon kívül jó közösség alakult ki. A csapat kohézióról kérdezték itt előtte is, hogy mennyire csapat a csapat most. Én maximálisan elégedett vagyok vele, és nagyon jó érzés ebben a csapatban lenni. Jól sikerült a felkészülés, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, de tényleg egymást húzva nyomtuk végig ezt a 10 hetet. A mérkőzés csak úgy, mint a kézilabda és a kosárlabda csapat meccseit nézők előtt rendezik. A szurkolók a járványügyi előírások betartásával léphetnek be az arénába. Jelenállás szerint ugye semmilyen fajta nézőszám korlátozás nincs, amit Magyarország kormány elé írt, de természetesen próbáljuk az összes olyan óvintézkedést betartatni a nézőkkel, ami ilyenkor szükséges. Gondolok itt a kötelező maszkviselésre, gondolok itt a lázmérésre, 37-3 fölött nem tudunk beengedni senkit a kontinentáraléna területére, és hát a távolságtartás felhívására, illetve készfertőtlenítő pontok kihelyezésére odafigyelni. Belépés csak az első bejáraton lehetséges, és tényleg mindenkit kérek arra, hogy független attól, hogy szeretnénk, ha nagyon sokan lennének, és szeretnénk, hogyha hazai pálya előnyét élvezhetnék a most leginkább a lányok csütörtökön, de azért az emberek figyeljenek oda egymás, illetve az önmaguk egészségének védelmére is. A Fátum Nyíregyháza Kaposvár mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.